Törzsasztal. Borászati, gasztronómiai és életstílus magazin. Kádár Német Matild és Frank Sándor mesterszakácsok nedvehagymás lazacot sütnek a Roosevelt téri halászcsárdában. Bemutatjuk Szeged egyik legújabb szállodájának vezetőjét, az Art Hotel Szeged igazgatóját, Budea Ildikót. Pelle László borszakértő szőlőfajta ismereti sorozatában a magyar szőlőfajták közül most a méltán közismert és népszerű, igen közkedvelt cserszegi fűszerest mutatja be. A Törzsasztal támogatói: az Algyői Halászcsárda, az Aranyhal étterem és menüház, az Art Hotel Szeged és Sanzon étterem, a Béla borászat, a Csavarker iparos centrum, a Szabadkai Dibonis borászat és pálinkaház, az Elzetszerta Kft., a Faktora Duo faipari Kft., a Fehértói Halászcsárda és panzió, az Illés panzió és tűzivadász étterem, a Kálmán autóalkatrész Kft., a Koch borászat, a Szilléri biztonságtechnikai Kft. És a Török Kult szervíz. Sok szeretettel köszöntöm a Törzsasztal borászati és gasztronómiai magazin kedves nézőit. Kádár Német Matild és Frank Sándor mesterszakácsok a Roosevelt-téri halászcsárda konyháján három receptből álló sorozatukban a mediterrán vagy reform gasztronómia világába kalandoznak. Első alkalommal egy szép és nemes fogás, a medvehagymás lazac elkészítését mutatják be a Törzsasztal nézőinek. Köszöntöm a Törzsasztal nézőit, itt vagyunk Szegeden a Roosevelt-téri halászcsárda frissen felújított gyönyörű konyhájába, és a főző partnerem Fehértói Halászcsárda konyhafőnök asszonya Kádár Német Matild, és vele fogunk közösen, ha már halászcsárda, természetesen egy nagyon finom halételt elkészíteni. Hát én azt gondolom, hogy ez így ránézésre is valami csodaszép, ez a lazac filé, de hogy fogjuk ezt megcsinálni, egy kis medvehagymás zöldségágyon fogjuk elkészíteni, és ami még nagyon fontos, hogy a zöldségágyhoz fogunk adni egy teljesen új vagy látványos köretet, ez egy lila burgonya, megpróbálom megnyitni, megmutatni, hogy néz ki belülről. Hát ez egy csodálatos, szép dolog. Medve hagymáról még annyit, hogy nálunk egész évben terem, ha úgy tetszik, csak a mélyhűtőbe. De ugye, hogyha egy picit várunk, lehet, hogy mire adásba kerül, akkor már igazi medvehagyma is lesz. Ezt nem tudom, hogy mennyire ismerik a kedves nézők, de ez egy ilyen úgy néz ki, mint a gyöngyvirágnak a levele, és nagyon vigyázni, nem összekeverni, mert tavaly ebből probléma is történt. Egy kis vajacskát teszünk a tepsi aljára. A vaj azért nagyon fontos, mert nagyon finom sejmes lesz majd a halacska tőle. Teszünk hozzá egy kis olajat is. Egy kis só. Egy pici kis őrölt bors. És akkor elkezdjük a sütést. Teszünk alá egy kis medvehagyma levelecskéket.
Még egy pici kis fokhagymával rásegítünk. Hát szerintem kóstoljuk meg előtte, jó? Hozhatod a másikat is. A dugóbort legalább. Miután ez egy finom frank rozé. Egészünkre. Jó lesz ez, jó lesz ez. Most már csak annyi maradt hátra, hogy jó étvágyat kívánjunk ehhez a nagyon finom, látványos halacac derékhoz. Az Art Hotel Szeged 71 szobás belvárosi szállodája várja kikapcsolódása, aktív pihenése vágyó vendégeit közvetlenül a Dom tér mellett. Sanzon éttermünk helyi, mediterrán és paleo specialitásokat is kínál. Péntek és szombat esténként élő zene szórakoztatja a vendégeket. Változatos programok, borvacsorák, gasztroszínház és egyéb rendezvények. Dűneborok az Imrehegyi Béla borászattól. Béla Zoltán borász nektárboraival országos hírnevet szerzett ennek a ritka és különleges hungarikum fajtának. Látogasson el, ismerkedjen meg a Kiskunhalas és Kalocsa között található pincészettel és dűneboraival. Az osztrák-magyar étterem ismét az eredeti nevén, a régi csapattal, Pap Jenő üzletvezető irányításával várja kedves vendégeit a Sóhordó utcában. A hét minden napján menüválasztékot kínálnak, mely kétfajta levest és négyfajta főételt tartalmaz. Vállalják esküvők, ballagások, születésnapok, keresztelők, üzleti és céges rendezvények lebonyolítását 14, 25, 50 fős különtermeikben, valamint 100 fős fedett kert helyiségükben. Elzett Certa Kft. Minden, ami csuk, nyit és zár. Zárak, zárbetétek, lakatok, ajtó- és ablakvasalatok. Szeged, Szent Gellért utca 2 és Árvíz utca 5. A szegedi Stihl Viking márka kereskedés és szerviz már két helyen, a Pozsony Ignác utca mellett Szőregen, a Makai út 164 szám alatt is várja vásárlóit a két világmárka teljes áruválasztékával. Ízelítő a kínálatból. Motoros láncfűrészek, fűnyírók, fűnyíró traktorok, motoros kapák, sövényírók, permetezők, komposztálók. Jó megközelíthetőség, kényelmes, ingyenes parkolási lehetőség, gyors, szakszerű kiszolgálás.
A Szent István étterem és borozó várja kedves vendégeit a Csongrádi Sugárút és a gyönyörűen felújított Szent István tér sarkán, az Öreg Hölgy lábánál. Különleges ételek, széles borválaszték, neves hazai pincészetek kínálatából, egyedi hangulat, szép környezet, hangulatos térre néző terasz. Vállaljuk családi és céges rendezvények lebonyolítását 60 főig. Nálunk a vendég a király. Csavarkeriparos centrum a Moszkvai körút 23-ban, a Móra utca sarkán és a Brüsszeli körút 16 alatt az udvarban. A kiskörösi halászcsárdában magas színvonalú kiszolgálással, romantikus környezetben a Tiszaparton várja kedves vendégeit a csárdagazda Olá Dezső és csapata. Rendezvények, esküvők, egyéb üzleti megbeszélések lebonyolítását is vállalják. Ha saját maga szeretné kifogni a halászlébevalót, keresse fel a Lencsés horgásztavat. A tavon és a parton található a Jobb, mint otthon kis vendéglő, ahol szintén Olá Dezső és csapata garantálja a kiváló ízeket. Ha szereti a szegedi halászlevet, a finom halételeket és ételkülönlegességeket, látogassa meg a kiskörösi halászcsárdát és a Jobb, mint otthon kis vendéglőt. Klímatechnika, légtechnika, hűtéstechnika, légállapot szabályozók. Mindez egy helyen a Monaco Klíma Kft-nél. A Balatoni Hús Kft. Közel két évtizede a kisüzemi, házi jellegű minőségi kolbász és szalámi gyártás szimbóluma. A minőség záloga Balatoni József szalámi mester és a korszerű, számítógép vezérelt, szigorúan ellenőrzött technológia. Kínálatukban közel 100 féle kolbász és szalámi szerepel, többek között biotermékek, struc, pulyka, mangalica, szürke marha és nyúlból készült füstölt áruk. Keresse az üzletekben az egészséges és természetes alapanyagokból és fűszerek hozzáadásával készült, finom, többszörös dinnyertes balatoni hús készítményeket. Stihl motoros láncfűrészek, kaszák, sövénynyírók, viking fűnyírók, komposztálók, szegényírók, Honda szivattyúk, motoros kapák, áramfejlesztők értékesítése és szervize a Prominens Kft-nél. Hódmezővásárhely, Dr. Rabcsák András út 49. Az Algyői Halászcsárda az Algyői Tiszahíd Szeged felőli oldalán, családias környezetben igazi algyői ponty és vegyes halászlével, halpaprikással és sültekkel várja a hagyományos tiszai halételek kedvelőit. Az étlapon található a ponty, a harcsa, a süllő, a kecsege, a pisztráng és a békacomb is. A halételek mellett libamájból, bélszínből, pulykamellből és sertéshúsból készült fogásokból is választhatnak. A csárdagazda Barta László a ponthalászné mellett különösen ajánlja a halpaprikás túros csuszával és a ponyfiléből készült haltepertőt, valamint a szögedi sült halat. A Maros utcai Ill és Panziós tűzivadász étterem 13 klimatizált, igényesen berendezett szobával, svédasztalos reggelivel, zárt parkolóval, nyáron terasszal és medencével várja szálló vendégeit. A tűzivadász az 50 fős à la carte étterme mellett 50-60 fős konferencia termében vállalja céges és családi rendezvények lebonyolítását. Parti szervizük nagy létszámú rendezvények külső helyszínen, akár a városon kívüli vendéglátását is elvégzi. Étlapjuk a vadak mellett magyaros ételek széles választékával bővült. A Faktúra Duó Faipari és Szolgáltató Kft. A Falkó márka képviselete, bútorlapok, naturfa forgácslapok, CK-fa forgácslapok, munkalapok, ajtófrontok, profillécek, MDF lapok, OSB lapok, bútorszerelvények minden igényt kielégítő választékát kínálja. Ezen kívül vállalnak méretrevágást, élzárást, egyedi kis bútorok összeállítását. Faktúra Duó Szeged, Dorozsmai út 35, telefon 62 464 021. Az Aranyhal étterem és menüház Szegeden a Kávária tér 6 szám alatt található. Megújult, családias környezet, két különböző hangulatú vendégtér, nyáron pedig terasz várja a vendégeket. Az étterem akár 60 fős rendezvények lebonyolítását is vállalja, házias ízekkel és szolid árakkal. Napi menü választékuk 4-5 féle étel tartalmaz, és igen kedvező áron kínálják. Impresszív borok Koch Csabától.
A többszörös díjnyertes cserszegi fűszeres, rozé, kadarka, cabernet sauvignon borainkat keresse a borotai Kohborászatban, a CBA üzletekben és a szegedi Kohborházban a Szőregi út 38 szám alatt. Mik lesznek a ma esti polgár borvacsora fogásai? Hát előételnek egy kacsa mellfilét sütöttünk rozéra, és egy zöldségágyon fogjuk tálalni. Levesnek egy fácánlevest készítettünk birsalmával, és zöldség golyó betétet fogunk bele tenni a kedves vendégeknek. Ez lesz a meleg levesünk. Lesz egy meleg előételünk még, ami egy filézett fácán comb lesz, és ez bacon szalonnába lesz megsütve, és egy mozzarella golyó körítést adunk hozzá, egy kis vaslapon sült mozzarella golyót. A főfogásunk az egy vaddisznó tekercs lesz, amelyet egy kis erdei gombával, valamint egy kis vadhússal töltöttünk meg, és ezt egy kis bacon szalonnába tekertük bele, és egy színes bors kérget sütöttünk még rá, és egy kis finom burgonya fánkot készítettünk, amit körte formájúra formáztak a szakácsaink, és ez lesz hozzá köretnek adva, valamint egy édes álom névre hallgató desszert különlegességet fogunk befejező fogásként tálalni. Polgár úr, Szegedre szinte már hazajár. Elég gyakran előfordulok itt valóban. Ja, részben ilyen jó kis boros eseményekre jövök, sok jó barátom is van, általában ők is a bor révén lettek igazán jó barátok. Nagyon sok étterem van itt azért, ahol tartják a boraimat, szívesen jövök borbenhatókra, fesztiválok nélkülem meg se kezdődnek már Szegeden. Ugye most már elég szép számmal van, azt hiszem hamarosan is van egy ilyen Toros és Pálinka fesztivál, itt is van egy kis érdekességünk, aztán a Dom tér, a Széchenyi tér, ezekre én szívesen jövök, és hát ma is egy ilyen alkalom van, hogy egy cég kérte, hogy beszéljünk a villányi borokról, kóstolgassuk együtt, és hát egy kis baráti társaság gyűlt össze itt a mai este folyamán. Nos, akkor lássuk, hogy mivel ismerkedhetnek meg ma este itt a vendégek. Mik a 2013-as évjárat kiemelkedő borai? Vannak régebbi borok is, mert ugye fiatal borként inkább csak a rozét mutatnám be most. A rozé az egy új évnek az első kis szösszenete. Igazából Szent Márton napra indítottuk, és azóta van piacon. 12-esből van, egy nemesfehér, egy régi magyar fajtám, aztán a szirá, egy különleges, értékes vörösbor, egy kis polgárküvé, és hát a végén az elmaradhatlan aranyhása desszertekhez. Régebbi évjáratok, amik mostanában kerülnek piacra? A 10-es év nagyon rosszul sikerült nálunk villányba és meg az egész országba, a 10-es év kimaradt. Ezért a 9-esek fogytán, most a 11-es minőségi fajtákat kezdtük. A szirát hoztam például, az egy 11-es évjáratú, de azért én pincében mindig vannak szép régi értékek, úgyhogy egy 2007-es polgárküvé azért itt bekerült a szortimentbe. Az Art Hotel Szeged igen rövid idő alatt a város meghatározó vendéglátóhelyévé vált. Színvonalas szolgáltatásai mellett szükség volt ehhez olyan munkatársakra, vezetőre, akik mindent megtesznek azért, hogy kulturális és gasztronómiai centrummá váljanak a városban. Én azt hiszem, hogy egy nagyon szerencsés ember vagyok, hiszen úgy gondolom, hogy a hobbimnak élhetek, és nem gondoltam volna még kiskoromban, hogy én a szálloda vendéglátásban fogom megtalálni a boldogságomat, illetve a megélhetésemet, de olyan 17 éves koromban tudatosult bennem, hogy valószínű, hogy én emberekkel szeretnék foglalkozni, ezért a Budapesti Gazdasági Főiskolán szereztem a diplomámat, és utána nagyon nagy szerencsével bekerülhettem egy nagyon kellemes szállodába, az akkori békeszállodában, ahol egészen az alsó szintekről portásként kezdtem a karrieremet. Nagyon nagy örömmel kezdtem ott a pályafutásomat, mert akkor még egy szállodai portás nem csak a vendégek érkeztetésével és utaztatásával foglalkozott, hanem gyakorlatilag mindent csináltunk, a marketingtől kezdve az értékesítésen át mindennel foglalkoztunk, és nagyon-nagyon örültem, hogy nőként bekerülhettem ebbe a munkakörbe, mert annak idején ez egy igen férfias szakma volt, és nőknek nem igazán lehetett dolgozni. Aztán hál' Istennek nagyon-nagyon korán, már az első évben
lehetőségem volt bejárni a világot úgy, hogy anno a marketing abból is állt, hogy egy szálloda kivonulhatott külföldre, és mondjuk ilyen gasztronómiai napokra eljuthatott a világ számos pontjára, és olyan szerencsés voltam, hogy rögtön az első évben bejárhattam Dániát, Svédországot, Németországot, Olaszországot, tehát nagyon-nagyon sok magyar héten vettem részt, és akkor jöttem rá, hogy nem elég egy jó szállást nyújtani, hanem nagyon-nagyon fontos a gasztronómia is, és már akkor úgy éreztem, hogy nem feltétlenül csak a töltött káposztával, félreértés ne essék, én nagyon-nagyon szeretem a töltött káposztát, mind a mai napig én is sokszor az asztalra helyezem, de mégis úgy gondoltam, hogy talán, amikor kimegyünk a világba, nem biztos, hogy ezzel kéne megmutatni magunkat, és elég sokat vitatkoztam már akkor is a konyha főnökökkel, hogy nem feltétlenül csak azokkal a tipikus magyar ételekkel lehet megjelenni, hanem valahogy egy picit közelíteni kéne a nemzetközi legbevált jó módszerekhez, mert úgy gondolom, hogy megtarthatjuk az identitásunkat, akkor is már úgy értem az ételeknek a magyar voltát, hogyha egy picit másképp tálaljuk. Mind a mai napig emlékszem, hogy ezek a mennyiségi adagok, amikor megjelentek a tányéron, akkor nekem már akkor elment az étvágyam, mert én nagyon-nagyon szeretem, hogyha a tányéron látványában is egy olyan étel jelenik meg, ami már eleve elindít bennem valamit, de amikor olyan nagyon sok mindent látok, az nekem nem tetszik, és én már akkor Svédországban, Stockholmban, Malmöben is azt láttam, hogy nem egészen úgy tálalnak, ahogy mi. Tehát amikor én vittem ki a tányért, akkor én már a felét leszettem, és próbáltam magam egy kicsikét megdekorálni. A mi szállodánk is egy nemzetközi szállodalánccal lépett kapcsolatba, és tagja lettünk egy amerikai szállodaláncnak, a Redisonnak, és a gyakorlatilag a budapesti békeszálloda volt az első állomás ennek az amerikai láncnak, tehát gyakorlatilag mondhatom szerényen, vagy minden szerénytelenség nélkül, hogy a Redison nevet az én munkám révén tudtuk Európában megismertetni, mert sehol Európában nem volt akkor még Redison szálloda. Kinyílt a számomra a világ, és amíg addig csak így gasztronómiai hetekre tudtam eljutni, utána a Redison révén gyakorlatilag nagyon sok konferenciára és tréningre járhattam, és mondhatom, hogy még mind a mai napig tudásom nagy részét ez a bázis anyag biztosítja, amit a különböző GM és egyéb meetingeken, illetve konferenciákon megtanultam. Ezután a béke állomás után bekerültem a Danubius központjába, és 5 évig sales és marketinggel foglalkoztam, és 24 szállodának az értékesítésének az irányítása tartozott alá. Majdan ezután 2003-ban kezdtem kis szállodák felé fordulni, és dolgoztam az Andrássy Hotelben, mint értékesítő. Majdan lekerültem Tiszafüredre, ahol egy beruházással egy 4 csillagos szállodát sikerült ott megvalósítani. Onnan átmentem Szent Gotthárdra, tehát gyakorlatilag az ország egyik végéről a másikba, és utána jött egy lehetőségem, hogy itt Szegeden ennek a csodálatos szállodának a alapjövének a lerakásában részt vehessek, ami azt jelentette, hogy még volt némi lehetőségem arra is, hogy egy icipici változtatásokat eszközeljek a szálloda kialakításában. Többek között ebben az étteremben is, ahol mi ülünk, voltak változtatások, és aztán gyakorlatilag a 2013-as májusi nyitástól már mint szállodaigazgatóként funkcionálok. Pelle László, a Törzsasztal borszakértője, világfajtákat bemutató sorozata után a magyar, vagy a hazánkra különösen jellemző szőlőfajtákat veszi sorra. Ma a méltán közismert és népszerű cserszegi fűszeres következik, mely olyannyira magyar fajta, hogy megteremtője a nemrégiben elhunyt neves szőlőnemesítő Bakonyi Károly volt. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A mai alkalommal a cserszegi fűszerest, mint szőlőfajtát és bort fogom önöknek bemutatni. Ezt a fajtát Bakonyi Károly nemesítette 1960-ban Cserszegtomajon, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem tangazdaságában, innen származik a fajta neve is. Az Irsai Olivér ismert magyar szőlőfajta, és a Piros Tramini keresztezésével. A Piros Tramini, Magyarországon általában Traminiként ismert szőlőfajta, egy illatos, elég vastag, viszonylag sötét színű fajta, Dél-Tirolban található Tramin nevű kis település, és az egy ősi szőlőtermővidék, ahonnan ez a szőlőfajta nagy valószínűséggel származik, és az egész osztrák-magyar
monarchia területén, illetve Németország, Horvátország, Szerbia bizonyos részein eléggé ismert fajta. Állami minősítést a fajta 1982-ben kapott, és az elterjedtsége onnan számítva egyre nagyobb és nagyobb, jelenleg több mint 2000 hektáron termelnek cserszegi fűszerest. A szőlőfajta viszonylag korán fakad, korán virágzik, korán érik, és elég jól termelhető, vízigényes, de betegségekre, és ami a legfontosabb, fagyra eléggé kevéssé érzékeny, és ezért az alföldi borvidékeken nagyon kedvelt ez a fajta. A megfelelő vízellátottság esetén túlterhelésre, túltermelésre hajlamos, hát erre a termesztés folyamán oda kell figyelni. Tulajdonképpen az alföldi borvidékek közül, különösen a kunsági borvidéken, az újonnan telepített fajták közül a cserszegi fűszeres a legelterjedtebb szőlőfajta. A mai alkalommal az Imrehegyi Béla borászat 2012-es évjáratú cserszegi fűszeresét fogjuk megkóstolni. A 2012-es évről azt kell tudnunk, hogy egy különösen meleg, jó körülményeket teremtett a szőlő beérésére, és igyekezni kellett a szőlőt jó időben leszüretelni, hogy az alkoholfokok túlságosan ne szaladjanak meg. Ezzel együtt ez a bor is 13,5 alkoholos, ami azért nem általános ennél a szőlőfajtánál. Ha megnézzük a borunkat, ez a vastagság, ez a teltség már a színben is látszik, ez a viszonylagosan sötétebb sárga szín, azzal együtt, hogy reduktív bor van a poharunkban, és a lecsorgásról lehet látni a magas extrakt tartalmat, a bor koronája egész szépen kirajzolódik. Jellegzetes ez a muskotályos illatjelleg, ami egyrészt az irsai olivérből, és részben a traminiből is származik. Fűszeres illatok, és reméljük ennek megfelelő ízek is vannak benne. Nagyon szép a magas alkohol ellenére élénk savak maradtak a borban. Mondhatnám azt, hogy a reduktív borokra nem jellemző testesség, vastagság is megtalálható a borban, és az adott évjáratnak megfelelően a általános zöldes-sárga jelleg helyett egy kimondottan sárgás árnyalatú a bor. Ezzel együtt egy elegáns megjelenésű bor, amit bátran fogyaszthatunk például szárnyas sültekhez, fehérhúsú sültekhez, de akár még sertés sülthöz is. Kedves egészségükre! Kedves nézőink, ezzel a Törzsasztal borászati és gasztronómiai magazin 217. adásának végére értünk. A mai kínálatban szerepelt medvehagymás lazac, cserszegi fűszeres, és bemutattuk Budea Ildikót, az Art Hotel Szeged igazgatóját. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, új adással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is sok földi jóval, enni-innivalóval várjuk Önöket weboldalunkon a www.törzsasztal.com címen. Viszontlátásra! A Törzsasztal támogatói: az Algyői Halászcsárda, az Aranyhal étterem és menüház, az Art Hotel Szeged és Sanzon étterem, a Béla borászat, a Csavarker iparos centrum, a Szabadkai Dibonis borászat és pálinkaház, az Elzetszerta Kft., a Faktoradó faipari Kft., a Fehértói halászcsárda és panzió, az Illés panzió és tűzivadász étterem, a Kálmán autóalkatrész Kft., a Koch borászat, a Szilléri Biztonságtechnikai Kft. És a Török Kulszervíz.